Üdvözöllek benneteket! A mai órán szögek összeadását és kivonását fogjuk gyakorolni szerkesztés útján. Az aktuális feladatunkban egy alfa derékszöget, egy betta tompa szöget és egy gamma hegyes szöget kell alapul venni, és ezzel kapcsolatban kell megszerkeszteni az A feladatunkban betta plusz kétszer gammát. Kezdjünk is akkor hozzá. Vegyünk először egy alfa derékszöget. Hát, rajzolunk egy derékszöget. A derékszöget legkönnyebben a derékszögi háromszög segítségével tudjuk megrajzolni egyelőre, tehát még nem fogjuk szerkeszteni, csak rajzolni. Tehát körbe rajzoljuk a derékszögi háromszög oldalait. Azokat az oldalakat, amelyek a derékszöget körbeveszik. Meg is jelölöm, tehát ez lesz egy alfa szög. Majd veszek egy beta tompa szöget. Lesz a második, tehát betta szög, POQ szárak, illetve P és Q szár, O pedig ugye a szögnek a csúcsa, és a harmadik szög pedig egy hegyes szög. El is rendezem őket így egymás mellé, hogy a három körülbelül elférjen a fizetünkbe. Ez itt a betta, és még hiányzik a gammának a megjelölése. Ha ezekkel megvagyok, most hozzáfogok a szerkesztéshez. Tehát meg kell, hogy szerkesszem a bettát, amihez hozzáadok kétszer gammát. Ugye tudjuk, hogy a szerkesztés menete, illetve a kiinduló pontja az mindig egy OP félegyenes, és hogy az első dolgunk mindig az, hogy vegyük a körzőt, és egy tetszőleges körzőnyílással körívet rajzoljunk, mindegyik szög esetében, mivel jelen esetben én csak a betát és a gammát használom, de később szükség lesz az alfára is, úgyhogy a legpraktikusabb, hogyha én rögtön megrajzolom. Tehát a körívet az alfa szöghöz, majd a betta szögnél is, nagyon fontos tehát, hogy ugyanaz a körzőnyílás legyen, tehát szártól szárig, így, és megrajzolom még a gamma szögnél is, tehát a hegyes szögnél is, tehát szártól szárig. És hozzá is foghatok az OP félegyenesen, és egy ugyanilyen sugarú kört rajzolok, amiben biztos, hogy elegendő lesz. Tehát ami biztos, hogy elegendő lesz ennek a feladatnak a megszerkesztéséhez. A kapott meccéspontokat meg is jelölöm, hogy könnyebben tudjak később orientálódni, tehát az első szögnél a két meccéspont legyen A és B, a második szögnél C és D, míg a harmadik szögnél E és F. És most indulok akkor a feladattal. Először is a betta szöget kell, hogy átmásoljam. Tehát a betta szög körívének a hosszát kell, hogy lemérjem. Az jelen esetben ugye a C és a D pontok közötti távolság, tehát beleszúrom a C pontba, és körzővel lemérem, tehát egészen a D pontig. És amikor ezt lemértem, tehát a CD körívnek a hosszát, beleszúrom, itt még nem jelöltem meg, tehát a kezdőpontot A ponttal, tehát ahol a teljes kör metszi a félegyenest, beleszúrom tehát ebbe az A pontba, és ezt el is metszem a körívet. Íme. Tehát a betta, hegyes szög, már itt van, átmásoltam. A segédszárat nem is kell, hogy megrajzoljam, hiszen nem fejeztem még be, hiszen hozzá kell, hogy adjam, tehát hozzá kell még, hogy másoljam a gamma szöget, mégpedig nem csak egyszer, hanem kétszer is. Ezek szerint most a következő lépésben lemérem a gamma szög, vagyis ugye a hegyes szögünknek a körívének a hosszát, tehát beleszúrom az E pontba, kinyitom a körzőt, hogy lemérjem egészen az F pontig,
és amikor ez a körzőnyílás megvan, ugye az előző szerkesztéssel, amikor átmásoltam a betta szöget, akkor kaptam egy metszéspontot, ezt meg is jelölöm B ponttal, és ebbe a B pontba kell most, hogy szúrjam a körzőmet, és elmetszem a teljes kört egyszer, ugye most rávittem egyszer a gammát, meg is jelölöm ezt a metszéspontot C ponttal, majd most a C pontba szúrom a körzőt, semmit nem mérek le, ugyanez a körzőnyílás marad, tehát a gamma szög körívének a hossza, és amikor lemértem, akkor elmetszem a kört még egyszer, és ez legyen egy D pont. Természetesen attól függően, hogy mekkora szögeket vettünk, ugye az alfa derék szög az mindenkinél ugyanakkor, mint nálam, viszont a beta és a gamma különböző lehet, nagyobb is, kisebb is. Ez alapján tehát könnyen megtörténhet, hogy valaki esetleg csak egy tompa szöget fog kapni, eredményül valaki nagyon speciális esetben lehet még egy egyenes szög is, de könnyen megtörténhet, hogy egy konkáv szög lesz az eredmény. Meg is rajzolom akkor a végeredményemet. Tehát az O pontot összekötöm, illetve megrajzolom a szárat a D metszéspont irányából. Ez nem sikerült, nézzük még egyszer. Tehát össze is kötöm az O pontot a D pont irányába. Ez lesz tehát a keresett szár, meg is jelölöm tehát Q-val. Tehát íme itt látható ez a szög, és egy kicsit, hogy átrajzoljam, hogy jobban látható legyen. Tehát beleszúrom most az O pontba, és az A ponttól kiindulva, tehát a metszéspontból megrajzolom ennek a kapott szögnek a körívét, tisztán csak azért, tehát, hogy látszódjon, hogy hol is van az a keresett szög. Még be is, ide is teszem, tehát ez a beta plusz 2 gamma. Nézzük most a B feladatunkat. A B feladatunkban az alfa szöget háromszor kell egymás után venni, majd ebből ki kell vonni háromszor a gammát. Ugyanazokról a szögekről van szó, ezeket már az előző részben meg is rajzoltuk őket, tehát nem kell újból megrajzolni. A körívek adottak, úgyhogy most amivel szerkeztem a B feladatomat, megint fölveszek egy OP félegyenest, és ugyanazt a körívet, amit már az előtt megrajzoltam, tehát lemérjük ugyanazokat a köríveket, és ugyanezzel a körzőnyílással megrajzolom a szokásos teljes kört, amire majd végzem a szerkesztést. Nézzük akkor a szerkesztés folyamatát. Háromszor kell venni az alfa szöget. Tehát lemérem most az alfa szöget, beleszúrom ugye az A pontba, és kinyitom a körzőnyílást, úgyhogy megjelenjen a B pont. És amikor ez megvan, ezt a körív hosszat, tehát az A és a B közötti távolságot ráviszem a keresett körre. Nézzük akkor. Tehát elmetszem egyszer. Legyen ez az A pont. Majd ebbe az A pontba beleszúrom a körzőmet, elmetszem még egyszer, legyen ez a B pont, majd ebbe a B pontba beleszúrom a körzőt, és ráviszem még egyszer. Tehát egyszer, még egyszer, és még egyszer, ugye háromszor alfa, legyen ez egy C pont. Mivel derékszögről
van szó, ugye egyértelműen tudtuk követni. És most ez a C pont, ez adja a kiinduló pontot a további részhez. Most a gamma szeget kell, hogy lemérjem, tehát most beleszórom az E pontba. Kinyitom a körzőnyílást akkorára, hogy az EF pontok közötti távolság, tehát a körív hosszát mérjem le. És most ebbe a C pontba, ahol az előtt befejeztem, ide fogom beleszúrni a körzőt, és mivel mínusz háromszor gamma, tehát mind a három alkalommal visszafelé kell, hogy haladjak. Meg is cserélem a ceruzám körzőmnek a színét, hogy jobban tudjam követni, hogy hol is vagyok. Tehát visszafelé megyek egyszer, legyen ez egy D pont. Majd ebbe a D pontba fogom szúrni, megint elmetszem. Az ne zavarjon bennünket, hogy van akinek esetleg a B pont fölött, alatt, vagy az is megtörténhet, hogy a B pontba fogja elmetszeni. Ez ugye a második, tehát az E. És ebbe az E pontba, hogyha most beleszúrom a körzőmet, és elmetszem még egyszer, na ez lesz az utolsó pont, tehát az F pont, és ez fogja megadni a végső szárnak az irányát. Tehát még egyszer, az A, B és a C metszés pontok, ugye az alfa szöget jelezték, amikor átmásoltam, egyszer, kétszer, háromszor, majd a D, E és az F pedig a gamma szög másolását, de mivel ugye mínusz háromszor gamma, tehát visszafelé, tehát ellenkező irányba haladtam, és a legutolsó metszés pont, az az F pont, ez kell, hogy legyen most akkor a keresett szárunknak az iránya, tehát az O pontot most összekötöm az utolsó metszésponttal, az F-fel. Íme. És ha ez megvan, meg is jelölöm, tehát ez az a Q szár, amit ugye mi kerestünk. Nézzünk még egyszer, megjelölöm a végső körnek a körívét, tehát végső szögnek a körívét. Íme. Tehát egészen az F pontig. Még egy kicsit. Így. És bele is írhatjuk, tehát, hogy ez lesz a 3-szor alfa mínusz 3-szor gamma. Folytassuk most tovább a C feladatunkkal, amelyben a három szöget össze kell adni, tehát alfát, bettát és gammát. Alfa, betta, gamma már adott, ugye az előző feladat részben már megrajzoltuk, körívet rajzoltunk rá, tehát megint, amikor fölvesszük az OP félegyenesünket, az lesz az első dolgunk, hogy ezt a körzőnyílást, amit az előtt ugye már használtunk, ugyanúgy fölvegyük, tehát még egyszer lemérjük a körzőnkkel, és ezzel a körzőnyílással ide az O pontba szúrva egy kört rajzoljunk. Ezen fogunk szerkeszteni. A feladat azt kéri, hogy másoljuk át egymás után az alfát, a bettát és a gammát. Tehát a kezdő pontom ugye az A pont, ahol a körív metszi az OP szárat, és akkor az első dolgom az lesz ezek után, hogy lemérjem az alfa szögnek a körívének a hosszát, beleszúrom az A pontba, kinyitom a körzőnyílást úgy, hogy megjelenjen a B pont, tehát az AB távolságot lemérem, és beleszúrom, átviszem, átmásolom. Tehát ez lesz az első metszéspont, tehát jelöljem ezt B ponttal. Majd most lemérem a betta szögnek a körívének a hosszát, tehát most a C-be fogom szúrni, kinyitom a körzőnyílást, íme, akkorára, hogy megjelenjen a D pont, tehát a CD körív hosszat, amikor lemértem, mindig az utolsó metszéspontba fogom szúrni, tehát beleszúrom a B pontba, és elmetszem a körívet. Legyen ez most egy C pont, íme.
Tehát ez már az alfa, utána jött a beta, ami mindenféleképp ugye konkáv szög fog lenni, hiszen egy derékszöget és egy tompa szöget már összeadtunk, és még hozzá kell adni a harmadik szöget, az alfát, a gammát. Tehát beleszúrom az E pontba, és kinyitom a körzőnyílást, úgy, hogy megjelenjen az F pont, íme, és amikor lemértem, tehát az EF körív hosszat, az utolsó meccéspontunk ugye a C, ide fogom szúrni, tehát a C pontba, és elmetszem a körív, a kört. És ahol itt elmetszettem, ez lesz az utolsó pont, A, B, C, jelöljem akkor ezt most egy D ponttal. Ugye mondtuk, hogy mindenféleképp egy konkáv szög fog megjelenni. Tehát ez a D pont adja meg az irányát a hiányzó szárnak. Meg is rajzolhatjuk, akkor tehát az O pontból a D pont irányába, tehát ez lesz a keresett szár. Ha ez megvan, meg is jelölhetem, tehát Q-val, ugye POQ, és nézzük, hogy tényleg mekkora is ez a szög. Átrajzolom most csak a körívet, tehát kinyitom, és végig megyek egészen az A ponttól a D pontig. Tehát a D pont adja meg az utolsó, tehát a szárnak, a másik szárnak az irányát, tehát íme itt látható a keresett összegünk, alfa plusz beta plusz gamma. Nézzük most az utolsó alfaladatunkat. D alatt beta plusz kétszer gamma és mínusz alfa. Ugyanazokat a szögeket használjuk, mint az előző feladatoknál, tehát van egy derékszögünk, egy tompa szögünk és egy hegyes szögünk. A kezdő lépés ugye mindig egy OP félegyenes, majd egy közös körív, ugye ugyanez a körzőnyílás, amit már használtunk az előző feladatoknál, egyik szög, másik szög, harmadik szög és a keresett összeg, illetve különbség. Tehát az O pontba szúrva, ugyanezzel a körzőnyílással, most rajzolok szokás szerint, tehát egy teljes kört. Nézzük most, milyen sorrendben kell átmásolnunk a feladatokat. Először is a beta szöggel kell kezdeni. Tehát a beta szög körívének a hosszát kell, hogy lemérjem. Beleszúrom ugye a C pontba, lemérem a CD körív hosszát. Íme. Tehát amikor a C és a D közötti távolságot lemértem, meg is jelölöm tehát a kiinduló pontunkat, ahol ugye a körív metszi az OP félegyenest, beleszúrom ebbe az A pontba, és elmetszem. Majd egy kicsit innen, így, és elmetszem. Tehát meg is jelölöm, ugye ez egy B metszéspont. Először átmásoltam a beta szöget. Következő lépésben kétszer kell átmásolnom a gamma szöget. Tehát most lemérem a gamma szög körívének a hosszát. Ez az EF. Lemérjük. Íme. Tehát EF. Ezt a távolságot, ugye az utolsó meccéspont jelen esetben a B, ide fogom szúrni, tehát beleszúrom a B pontba, és elmetszem egyszer, legyen ez egy C pont, majd ebbe a C pontba szúrom most a körzőt, íme, és még egyszer elmetszem, legyen ez egy D pont. Természetesen a szögek nagyságától függően itt az eredmény lehet akár egy tompa szög, egy egyenes szög, vagy egy konkáv szög, tehát ne lepődjünk meg, hogyha egy picivel másfajta szöget kapunk, tehát máshol jelennek meg ezek a D pontok.
tehát a D pont, a C pont és a B pont. És a feladatunk utolsó részében ebből, amennyit eddig megkaptunk, ki kell, hogy vonjuk az alfa szöget. Tehát most le kell, hogy mérjem az alfa szögnek a nagyságát. Tehát beleszúrom az A pontba, és kinyitom úgy, hogy lemérjem tehát a B pontot. Íme, itt van. És ezt a körív hosszat most a D pontba kell, hogy szúrjam. És ugye mivel mínusz alfáról van szó, nem folytatásba fogom vinni, hanem visszafelé fogom metszeni. Tehát ide a D pontba fogom szúrni, és visszafelé, tehát most az óramutatóval megegyező irányba, és ahol, tehát ezzel a körzőnyílással elmetszem a körívet. Így. Természetesen itt is érvényes az, hogy attól függően, hogy mekkorára vettük a szögeket, könnyen megtörténhet, hogy a B pont, ugyanúgy, mint ahogy nálam, tehát a B ponttól jobbra, de lehet a B ponttól balra is, ugye, tehát ezek mind az adott tetszőleges szögek nagyságaitól függ. Meg is jelölem tehát ezt az utolsó pontot egy E ponttal, vigyázzunk, ugye, hogy össze ne keverjük, hogy hol is kell, hogy menjen a keresett szár, mindig a legutolsó pont, metszéspont adja meg az irányát, vagyis az E pont. Tehát most már csak az maradt, hogy összekössem az O pontot ezzel az E metszéspont irányába, illetve egy kicsit meg is hosszabbítsam, tehát itt lesz a keresett szár. Meg is jelölöm, tehát ez lesz a Q szár. És hogy jobban látszódjon a kapott eredmény, tehát most beleszúrom a körzőmet, és átrajzolom még egyszer, tehát ettől az A ponttól egészen az E pontig. Íme, tehát ez az a keresett szög, meg is jelölöm tehát, hogy ez lesz a beta plusz kétszer gamma mínusz alfa. Ugye először rávittem a beta szöget, majd kétszer a gammát, és a végén visszafelé, tehát ellentétes irányba az alfa szöget. Így tudtam megszerkeszteni ezt a szög kombinációt. Ezzel be is fejeztük ezt a feladatsorozatunkat. Remélem sikeresen ti is elvégeztétek. Köszönöm a figyelmeteket!